Na sziasztok! Na hello! Döntés született, az Európai Unió planetáris tanácsa döntés hozott az ügyben, hogy most folytatjuk egy kicsit a főküldetést, helyesebben mondva forszoljuk a főküldetést, mert hogy azt már mindenki ismeri, csak hogy kell az a Dragon Prince Max. ami annak a végén van, tehát most egy kicsit forszoljuk. És ugye közben továbbra is várunk Rallisnak az üzenetére, hogyha az megjön, akkor majd azt akkor csináljuk. Majd jó lesz. Igen. Azt addig meg nem jó. Szóval Alduin falához megyünk, szerintem nem kell senkinek se mesélni erről. És szerencsére ma fel is fedeztük a helyet. Rendben. Akkor most ez lesz. Itt van az a chest, amiben van az a full blade armor, nem? De az nekünk fos, már nyilván szkélünk van. Az azért már OP. És ezek... Na most lesz itt a sárkány. Mert múltkor itt töltünk izét, csomó dolgokat. Hát akkor, ha meg kell baszulni, hát meg kell baszulni. Mondjuk a Dremora itt a kis, szegény kis kardjával, nem tudom mit fog kezdeni. Hú, azért Eldor, nem ez a legjobb sárkány? De hogy is, az Ancient durvább. Meg a Legendary is durvább. Eltalálom amúgy. Fogalmam sincs. Most eltaláltam, az biztos, ez esélytelen volt. Amúgy pozíciót kéne változtatni, mert ez így annyira nem előnyös. Te ki vagy? Hát ez a tiéd. Ja, ez az én Dremorám. Hasznos, hogy ott van. Ja, minden. Egyébként beraktuk az Acquisitive Soul Gems-et. Igen. Amiről nem beszéltem az előző részbe is. Részbe. De láttátok. Jó, a második videó, amit ma felveszek, hagyjál. És még lesz egy ezekem. Egészség. Kösz. Most hétvége van, és ilyenkor felveszek három videót, mert hétközben semmi időm nincsen, és ezt egymás után. Mit akartam? Igen, hogy szépen csendesen sunyorogva beraktam még egy modot. Az pedig a Immersive Bandit Camps, amit tulajdonképpen sok minden nem ad hozzá, csak annyi, hogy az ilyen bandit campek, akik így elszórva vannak a világban, akkor ez nem csak ilyen kettő sátor meg egy tábor tűz, hanem rendesen ilyen szépen megcsinált igényes tábor, tehát tábor lesz. Ez csak ilyen kis akármi, hogy életszerűbbé tegye az egészet, meg jobbá. Semmi különös tényleg. Oké. Amúgy grafikai modokat is most már lehetne tenni, mert ugye van stabilan 60 FPS-ünk rendszeresen, bírja a gépünk, lehetne valami grafikai boost. Ja. Előadok egy 20 perces monológot, már ja. Hát most mit mondjuk magának erről? Kettő? Hát hogy ne? Remélem a másik is Elder. Hát vagy Ancient. Viszont természetesen most elmentem, hogyha ilyen double trouble van. De ez nem úgy, ez ilyen alapnak néz ki. Na nem mész innen! Hát ezt beszokni tetszett. Az okay. Szép. Ez innen már nem megy sehova. Nyilván. Critical strike-olom. Oké, okay. Na hol a másik? Zsír. Azért szeretem a Skyrim-et, mert tök mindegy milyen jó géped van, az akkor is crashelni fog. Tehát ez attól teljesen független úgy tűnik, ezt nem úsztuk meg. Yeah, oké, okay, jó helyen mentettem legalább. Semmi probléma, itt vagyunk már. Senkinek fel se tűnt ez a kis kihagyás. És a másik pedig... Hát, piros pötty az van. Az van. Csak... mit csinálsz? Ilyen jerking around jelen pillanatban. Vannak olyan sárkányok, tudod, amik így nem száll, nem csinálnak semmit, nem szállnak le. De ez el is megy a picsába. Pápá. Hát figyelj csak, szerintem ezt hagyjuk. Hát igazából. Ez felejtős. Hát ez, ja. Látta, hogy mit műveltünk a barátjával, és inkább elment. Ezt kilutoltam már egyszer, és akkor aktiváljunk egy shoutot is, én amondó vagyok. A. Ezt nem kell... A Bandwill-t amúgy csinálhatnánk, lehet sárkányt lovagolni. Igen. Dragon Aspect, Drain Vitality-t is. Nem tudod, mi kell? Durnevir. Igen. Oblivion. Stormcall is lehetne. De kettő szólom van. Akkor egy ide. Ez egyik ez. És Summon Durnevia. Ezt most meg is csinálom. Ezt meg kell csinálni, igen. Így. És akkor hogy... Senkinek ne legyen semmi baja. Csá! Hello! Na. De ez miért ennyire taknyos, vagy ilyen kutyak ömlik le róla, ez mi? Nem tudom. És
most mit tanított nekem? Salt here? Az mi a szar? Olvassuk el hát, ha van leírás. Learn the second word, az még egyszer meg kell majd idézni. Hát majd legközelebb, igen. Ott a Salt here. Salt here. Hát ez nem lehet pontosabb. Ja, hát ez ilyen Bone Man meg Mistmaneket idéz magadnak. Tudod, amit ő is mindig használt. Aha. Hát mondjuk, ja. Talán néha hasznos. Hát, vannak ennél sokkal jobbak. Hol a szarba mutat a nyíl? Le vagy még följebb még azt hiszem. Vagy... De nem. Oda. Aha. Az itt van pont alattad. Ja. Oké. Okay. Curtis Gretchen-jem. Oda de miért van olyan déjà vu érzésem, hogy mi ezt már csináltuk ebben a sorozatban? Nem tudom. Hát nem csinálhattuk. Hát... Nem lehet, hogy... Amikor a Dangardot csinálod, akkor a főküldi visszakerül ide. Mi van? Mert ugye a Dangardban ott van az Elder Scroll keresés. Te most miről beszélsz? És nekünk... Nekünk megvan mind a három Elder Scroll. Igen. Tehát... Akkor most miért csináljuk ezt tulajdonképpen? Mert most már Alduint kell majd megölni. Most az jön. De akkor is kell egy Elder Scroll, nem? Tehát most hát nem azért vagyunk itt? Hát te meg aztán húzzál innen. De most miért vagy lassú? Mert jegeltek. Na, úgy ne. Insufficient charge, hála a jó égnek. Azt olvastam, hogy giant chicken. Valamiért. De... és akkor töltjük el. Charge-olni. A Black Star fel van, oké. Okay. Na és akkor most meg is nézhetjük, hogy működik-e a Acquisitive Soul Gems, mert... Aha. Hát miért? Kell egy új lélek. Miért nem működne? Nem a világ legbonyolultabb moda. Modja. Moda. Nem tudom melyik a helyes. Moda. Moda. Oké, okay, eddig semmi érdekes. Itt lesz egyáltalán valami ellenfél, vagy csak ezek a szerencsétlenek voltak? Ja, itt van egy nagyon nehéz puzzle, aminek ezben azonnal megmondja a megoldását. Igen, de amúgy is mindenki tudja. Na most jössz? Na. Nem kell, csináljad. Ez a szimbólum kell. Igen. Ez meg úgy volt eleve. Oké. Okay. Még hallod, még a végén lelassult, tehát még ilyen pneumatikus, ja. Akármi van felszerelve rá. Jó dolgokat csinálnak ezek a blade-ek. És ezeken a szimbólumokon kell itt végigmenni, bár lehet így csalni. És nem tudom mit csináltam, de azt csináltam. Hát ja, ezt le, ja. Ugye? Most ezt itt nagyon forszoljuk, mondom, mert... Mert unalmas, mindenki igen. Tudja, hogy mi lesz. És akkor itt most... Meg is... Ja nem, még ez nem az a hely, ahol lehet lootolni. Hanem majd ott lesz bent. És itt majd kell egy véráldozatot tennem, ha Aspern hajlandó megjönni. Tudod mit? Á, itt vagy. Gratulálok, Fater. Ugye Fater! Kutyi. És amúgy Delfin hol van? Kint hagyja? Ott kit van. Érdek? Ja. Amúgy igen. Szevasz. Fúj. Jó. Igen, tudom. Mert izé vörös kereszt véradáson kell részt vennem előtte. Amit... Jól ki is cenzúráztak. Németek szokták amúgy ezt, hogy mit tudom, hogy a Left 4 Dead-ben is ide vér helyett ilyen lufik vannak. Mi? Azt hiszem... Ez milyen baromság? Ez a németek cenzúráznak ki minden szart. A GTA-ba is, hogy volt egy olyan játék, amiben... Nem embereket kellett elütni, hanem valami zombikat. Tehát átírták a kódot csak azért, mert hogy... Ez túl violent a fiatal, német fiatalságnak. Ugye kicsit ironikusnak érzem, hogy valami túl violent lenne a német fiatalságnak. Amúgy Silveringot ott nem? Nem. Pedig de. De nem. Túl fos. Túl fos? Amíg ezek pofáznak, én csak körülnéznék. Ilyen... Régi Blade szállásokon. Oh. Nem is creepy. Ja, amúgy igen.
Szép, összes chestet végig fogom nézni. De mindegyikben csak gold valami értékes, és az is csak keres. Három. És ezek itt tartottak ilyen pizsama bulikat a blédek? Hát. Pár ezer éve. Üveg. Az majd kell a Heartfire-re, az amit amúgy elfelejtettem elkezdeni, mert ugye megígértük, hogy a következő küldetés az lesz, csak hát... Tényleg? Vagyunk. Aha, ezt nem tudom, mondtam videóba, vagy... Vagy csak lehet, veled beszéltem. Lehet, hogy én mondtam. Nem, biztos, hogy én mondtam, csak azt mondtam, hogy videóba, vagy csak veled beszéltem. Na mindegy, hát ezt most visszük mondjuk ebben a részben, és következő részben lehet Heartfire. Igen, ez valószínűleg úgy lesz. Vagy amíg megjön a Raliknak az üzenete. Na igen, pofáz egy kicsit. It is carry on. Ja, hogy még nem ez kell? Oké. Okay. Először még oda megy, leolvassa meg, hogy izé. Hát addig én parkőrözök egy kicsit. Ez nagyon unalmas része a főküldinek egyébként. Ez a faszi. Ez... Ez nagyon rossz. Én nem bírom ezt egyébként. Különben rohadt jól néz ki. Ez volt a... Igen. Skyrimnak a trailerében. Pont az, igen, amit nézel. Az amúgy... official trailer. Nem tudom, feltűnt-e, de ultra high grafikán játszunk. Ami nagyon jó, tehát aki beszerez egy új gépet, az tudja mennyire jó érzés, amikor elindítom újra a Skyrimet. És akkor tudod, jön az üzenet, hogy észrevettük, hogy a tehát nem megfelelő beállításokat használsz, és automatikusan átállítottuk ultra high grafikára, és így ezt az! Mondjuk eddig szerintem high-on volt. Most meg már ultra high-on. Mindegy, tessék, itt van. Na. Még mindig el vagy? Még mindig el van. Amúgy szerintem ez burn. Nem, hülyeséget akarok mondani. Semmi. Majd azt mondtam, hogy ez burn a Skyrim Dumbledore-ja, de nem, mert ezek a Greybeard-ek. Jó, de igen, most elrontottam, bocsánat. Azt hittem, hogy már lehet, de nem. Próbálok rágulni a kutyára, ha nem tűnt volna fel. Ez még rohadt hosszú. A fő küldi? Hát igen. Nézd már, tolat! Hát, csak 86 millió shoutot ismerek. Ja. Kész vagyok? Igen, kész vagyok. Oké. Akkor most felmegyünk a Greybeardekhez. Ja, most kell felmenni a Throat of the World. Akkor Shout to the Heavens. Az ott kell? Aha. Jó. Akkor az is meg lesz. Meg a Leap of from a Tall Edge. Aha. Azt is ott kell. Legalábbis a kommentelők ezt írták. Innen lehet már feszre valami? Ez nyílt teretnek számít? Igen. Most mit csinálsz? Nem balra, tudom. Vagy jobbra próbáld. Azt találsolom. Ja igen, eltévedtem egy kicsit a világba, bocsánat. Lefele. Itt van, jó van, csak a szememet szúrja ki. Magas Hrothgarba megyünk. Hrothgar. Hrothgar. Yet the drum beat carries on. Oké. Okay. Knock knock. Tudod, mit lehetne is még csinálni? Megkérdezni a Greybeardeket, hogy fedeztek-e fel shoutokat, igen. Hát igen, meg hogyha... igen. Have you heard of the Elder Scrolls? Most kicsit oda pörkölök. Nem már! Hát... Nem azért van, mert oda pörköltél, nehogy befossál. Mert nem tud segíteni. Hogy... Várj... Látod? Tehát ez... Így van alapból is.
Igen, mondja, most felszólnak Parthenaxnak? Nem, hogy, tehát, hogy Angir így mondta, hogy hát én nem fogok neked segíteni, ha te ilyen üzei vagy, meg hozei, meg mit tudom én. És a többiek így rászólnak, hogy na azért visszavegyél a pofára. De azért mégiscsak én vagyok a Dragonborn, és Archmage, és Thane of White Run. No. No. Fáj az unalom. És még várjál, majd még kisétálnak a kertben, hogy megtanítsák a Clear Skies-t. Igen. Az maga lesz a tömör gyönyör. Na, így adrenal... hallod, ez a legjobb. Tehát, hogy mindenki beszerült egy helyre. Na úgy, megoldották valahogy. Ormótlan, borzalmas logisztikai szakmai tudásokat belevetve és hatalmas kalkulációk árán. Igen. Több munkaóra folyamán. Várjál, most a lépcsőn most nem még... tudnak felmenni egy lépcsőn. Várjál. Ajaj, kettő ember van egy helyen, ez már. Úristen. Jaj, ez közel volt. Oké. Ez durva volt. Várjál. Nem, de szép virág, júj. És elfelejtette, hogy kell. Ah, ott hagyott ilyen, valamit. Csak, Máté, menjünk ki az udvarra, mert ez így sehova nem tudom. Tudod, és akkor így megállt így az utolsó lépcsőfokon, és akkor bazd meg, ott hagytam az olvasó szemüvegem, és így visszafordult. De várj, erre kell jönniük amúgy is. Igen, el. Még jól tudok beszélni, igen. De te miért nem mész ki? Hát, te menjél ki, akkor is meg kell várni őket. Hát, de majd ők megjelennek odakint. Melyik az ajtó? Ott az ajtó, arra menjétek. Mi? Semmi. Ez valami benső is poén, amit én nem értek? Ez valami filmben volt. Aludj már el. Látod, ilyenkor így kijönnek rögtön. De hát egyszerűen annyira nem sürgős senkinek semmi, hogy... És akkor tudod így, úristen, gyorsan, Alduin el akarja pusztítani a világot. Rendben. Akkor köves. Ez nagyon érdekes. Azonnal tennünk kell valamit. Nincs idő a... Szarakodni. Nincs idő a... Lassálásra. Gyere ki az udvarra! Anyád! Ho! Hello! Ide tud jönni, sárkány? Szerintem az lehet, hogy Parthenax. Lol. Vagy Alduin személyesen eljött. Ja. Egyébként lesz olyan, kétszer is. Igen. Mindenki leszarja. Nem mondod. Most ez a tűz miért éget? Rengeteg tűz van, amivel belállok, semmi bajom nincs. Ez miért különb? Mert ez ilyen örök. Hát itt örökké ég a tűz. Ja. Na itt van-e. Clear Skies, mert az egész játékban csak most fogok használni valószínűleg. Nem úgy tudtad, hogy ha esik az eső, akkor el lehet vele állítani? Persze. Viszont amire mindig is kíváncsi voltam, hogy a Storm Cold, ezzel meg lehet szakítani? Igen, meg lehetne. De a recharge ideje... Igen, túl több, hosszú. Több, mint ameddig a villámlás tart. Úgyhogy nem tudsz addig shoutolni, pedig meg lehetne állítani. Aha. Van ez a Talosos enchant. Igen. Amulet of Talos, ami a shoutok közti időt csökkenti, hogyha azt felviszed 100%-ra, tehát mondjuk... Tudom én... 30%-osat csinálsz magadnak, és abból fölveszel 3-at, mondjuk egy gyűrűt, egy nyakláncot, meg egy mit tudom én mit, akkor ugye nyilván jóval lecsökken a idő, és akkor meg lehet csinálni. Meg a Skyriben ugye van egy külön fa, perk fa a shoutokra, és ott is van egy ilyen kérhető perk, hogy kevesebb idő legyen a shoutok között. Kicsit elkapkodtad. Nem baj. Mindegy. Na most itt már annyira durván hideg van, hogy ide már kell a Dragonborn, hogy fel tudjon menni. Hát nem a hideg a lényeg. Egyébként ebben még bele lehetne menni ebbe a ködbe. Hát csak nem amúgy, de fáj. Hát na és, látni látsz. Hát nem, nagyon látok. Látod, na próbáld ki, menj bele. Tehát hogy így folyamatosan renderelni. Hát igen, jó. Hát lehet tőle hallani, a szél a veszélyes. Ez. De ez meg lefújja a hegyről a picsába, mi? Ja. Jó.
Hú, de nagyon, azta. Ó, kicsit azért meginoktam vele. És miért a földet nézem? Azt nem tudom. Nézd meg, Ice Wraith is van. Hello. Ki lesz a legész konkrétan. De amúgy elég morbidul. Tehát ilyen, ez már a udvariatlanság kockára is úrolja. Ennyire leszarni valakit. Meg és a kaptam. Kutya ölte meg, lol. Kecske. Ezt ne. Frostroll. Hát akkor simán adok egy Fire Breath-et. Miért pont azt? Hát mert ez Ice, tehát Frostroll. És akkor azt meg ezzel lehet sebezni. Hát ez erről ennyit, tehát így vissza is regenelte egy másodperc alatt. Igen, szerintem itt hagyom a picsába. Vagy fuszrod áll le a hegyre, az is egy jó móka lenne egynek. De most beraktad a Fire Breath-et, vissza kell rakni a Clear Skies-t. Szóval arra gondoltam, hogy tudod, mondják a Greybeardek, hogy ó, hát erre a hegyre nem lehet csak úgy felmenni, kell egy shout, és kitartás kell hozzá, és csak a Dragonborn képes rá. És tudod, így felmegyek, így vért izzadva, felkapaszkodok a hegy tetejére, és ott lesz a Courier, tudod, hogy van egy üzenetem ja. Számodra. Már ölvetett kézzel vár igen, minket, hogy végre felértél, hogy egy üzenet. Hoztam Rallis üzenetét, tudom. Ez jó volt. Ez most így eszembe jutott. Na, ott vagyunk már. Barthanax, ott fasznak költözöl ide, hát nem igaz. Ez olyan szél? Nem. Ez sima szél. Van az upgrade-elt szél. Ami még ott egy van, vagy az nem tudom mi. Aha, ott még ja. Van olyan upgrade-el szél. Ó, oh, nagyon le akarom fuszrodázni, nagyon. Behagyjuk. Ez már az utolsó ilyen, nem? Aha. Oké, okay, és itt vagyunk. Úgyhogy ha felmész, akkor van Nost Pickex, de most nem fog ezzel foglalkozni. Tényleg? Aha. Ez ilyen Minecraftos easter egg. Viszont azért, de muszáj fölmenni, mert a kájnos küldetéseket is ott kell megcsinálni. Igen. Na, szevasz, party! 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 Jaj, ez olyan lassan beszél, úristen, de rossz! És nem tudom, hogy át lehet-e ugrani. Át. Hála az égnek. Ja, még ízé, be kell bizonyítanom neki, hogy tényleg jó a hangom. Jó. Feel it in your bones. Match it if you are Dovahkiin. Dovahkiin. Csinálnál? Oké. És akkor ez a Fire Breath 2. Igen. Ami amúgy jó. Szeretem a Fire Breath-et. És pont most nincs szólunk. Ja. Megtanulnád a végre. Be is kell azt mutatni. Igen. Jó, de nem, ehhez nem kell szól. Ja, mert ezt megtanítja ő. Ó, de látod? Jó, akkor két szavas lesz. Jaj, de jó! És hol a harmadik szava? Nem tudom, szóval utána kell járni. De szerintem az is ennél van, nem? Nem. Okay, Fire Breath. Blablabla, Shout. És... Fire Breath. Tessék, finom volt? Mondjuk ez egy pont szar válasz lehetőség volt, nem mindegy. Some, perhaps, maybe, ennyit hallok. És lehet hallgatni, hogy így vadul kattingatom az egeret, tök jó. Nálam van amúgy az Elder Scroll, tehát nem tudom, hogy ez számít-e.
I have the Elder Scrolls. És kapásból, jó. Figyelj, starter, most mindjárt completed. Nem. De mi? Arduin's Bane. Mi van? Várj, mi? Ha? He? Reader. LOL, akkor most az egész izét mi van? Most egy csomó mindent átugrottunk. Most nagyon akkor. Sok mindent át lehetett ugrani, és akkor itt kell. De viszont van egy csomó Elder Scroll-om, a dragonos kell, nem? Ez books. Booknál van. A dragonos szerintem. Hát, ezt passzolom. Igen, valószínűleg ez. Csak most meg lesz a dragon rend. Ó, micsoda halu. Azt vágod, hogy a Hearthstone-ban van egy olyan kártya, az is egy sárkány, hogy tudod, amikor így kijátszol kártyákat, mindig így mondanak valamit. Igen. És ez a sárkányos kártya, ez attól függ, van 8 féle bemondása, és az ellenfél hírójától függ, hogy mit mond. Oké. Okay. Ezt csak úgy mondom. Ja, azt hittem, hogy lesz hát a végén valami poénnak. Tudod, így azon gondolkoztam, hogy így megjövünk Partanaxhoz, és így Spellsword. És akkor mond valami személyhez szólót. Tudod, így ezen gondolkoztam, hogy mit mondhatsz, hogy mit lehetne. Nem úgy tényleg. Csináljátok már gyorsan, amúgy most fog jönni Alduin is, amire már nem lesz időnk. Be kell fejeznem az Alduin harc elején az epizódot sajnos. Hát, valahogy csak túléljük. Igen, csak te nem szoktad szeretni, ha pont az akció közepén fejezem be. De ez pedig akció most elején lesz. Ez lesz, igen. Alduin sokkal szarabb. Ja, mert az Armageddonozik folyamatosan meg. Nem úgy, gagyibb, mint egy Eldor. Igen, ja, életpontilag. Ha jól emlékszem. Alduin easy lesz. De várjál, akkor most hány dimenzió van tulajdonképpen a Skyrim világán belül? Mert akkor van a túlvilág. Azt hogy hívják? Elfelejtettem. Sovngarde. Van Solkern. Van az összes Daedra-nak külön izéje. Meg van Black Book-os is. Egy csomó dimenzió van. Hát a Black Book az egy realm. Az az, amit már hát mondtál. Az egy realm, jó. Jó, de az is egy Daedra realm. Igen, jó, igen, akkor igen. Ez nem a számít. A Sarmius Morának az a realmje. Mondja, a dimenzió az egy baromság, mert az nem ezt jelenti. Ha a fizikai értelmét hát veszik. Jó, de jó. Akkor párhuzamos, nem tudom. Realm, az egy jó szó le, az kész. Arra, de mi a magyar megfelelő? Van arra magyar megfelelő? Vagy ez tipikusan olyan, amit nem lehet? Hát biztos van. Mert például ott van a counterclockwise. Óramutató járásával ellentétesen. Hát ne szórakozzunk már. Egy szóval le tudják. Háj, csináljátok már, vagy mi van? Na, ott van. Annyira jó volt, hogy be is laggoltam tőle. És még most megpróbálják megütögetni, és amikor nem sikerül, akkor eldörszkol. És ez az a shout, amit baromira soha nem fogok használni. Mert ez szar. És nem kötelezi Alduin legyőzéséhez mellesleg. De. Igen? Tehát aha. Muszáj használni rá? Igen. Ó, bazd meg. Hogy mondod? És bételd meg. Mondd még egyszer, ha mered. De izgalmas. Ja. És nem megy. És bol. Hatalmas küzdelem. Nom. Isten. Nom. De amúgy ezek konkrétan előre küldték az időbe. Igen. Tehát, hogy majd mások foglalkoznak vele, ők már leszarják. Ezért elegem van már, mennyi a picsa már, szarom én már le. Na ott van, pápa.
Band. Jó, Perma band. 5000 year timeout. Ja. Gay band lecsapott. Ja. Na végre kész ez a fos. Oké, és akkor most mielőtt jön Alduin, mert hogy most spoiler alert, jönni fog Alduin. Igen, már oda is van így. Igen. Akkor befejezném ezt a részt, mert már arra nincsen időnk. És akkor legközelebb itt Alduinozunk egy sort szerintem, mert és utána a Heartfire. Heartfire, Heartfire, Heartfire. Mindegy, az egy Hammerfall szám, csak Wildfire. Mindegy. Köszönjük szépen mára a figyelmet, sziasztok! Csáááá!